A tavalyi zsüflantparti sikerén felbuzdulva a szülők visszajelzése alapján Veszelini Végső Henriett képviselő a városvezetés támogatásának köszönhetően retróbulit szervezett az Erdei János városi sportcsarnokba. Az esti szórakozást a Farkas Éva Erzsébet polgármester is ellátogatott, a kis tábunkkal megosztotta, hogy egy korábbi felmérés alapján a város vezetése kiemelt feladatának tartja a fiatalok helyben tartását, melynek a tanulmányaik és az első munkahely megszerzésének támogatásán túl szerves része az, hogy igyekeznek színes programokat és bulikat szervezni számukra. A Zsüflen Parti természetesen olyan program, ami engem is arra buzdít, hogy egy kicsit visszaemlékezek a fiatalkoromban, hogy hogyan is szerettem éjszakánként szórakozni. Bízom abban, hogy a makói fiatalok megtalálják itt a lehetőségeket, és itt helyben alakítják ki a baráti kapcsolataikat, esetleg szerelmi kapcsolataikat. A zenei fellépők soráról Veszelini Végső Henriett önkormányzati képviselő számolt be stábunknak, aki azt is kiemelte, mindenképpen szerették volna, ha a helyi DJ-k is szerepet kapnak a bulin. Ugye nagyon fontosnak tartottuk, hogy itt a makói diszkósok is megjelenjenek, ugye a Molnár Laci Herman párosítás, akik ugye minden makói ismeri őket, nagyon örülünk neki, hogy elfogadták a meghívásunkat, és ők lesznek az DJ-k, illetve DJ Gula, illetve Gáspár Laci vendégünk lesz, illetve pedig Náksit várjuk még, aki szintén nagyon jó kis bulit fog szervezni nekünk remélhetőleg. Az est egyik sztár vendége Gáspár Laci volt, akit először a magyar közönség 2004-ben egy kereskedelmi csatorna tehetségkutatójából ismerhetett meg. A több mint másfél évtized alatt számtalan lemeze és dala született, amelyből slágerek is lettek. A makói fellépésre több feldolgozással is, de elsősorban saját dalaival készült. Sosem felejtem el azt, amikor mondjuk az első dalaimat írtuk, készítettük, mondjuk a Sosem vagy egyedült, hogy mennyire izgultam először, hogy fogja tetszeni az embereknek, és most már így elmondom 15 év után, hogy mindig emlékeznek rá az emberek, és mindig szeretik. Úgyhogy azokat nem hagynám ki, meg azóta ugye születtek folyamatosan dalok, és slágerek lettek, úgyhogy ezek ilyen jól bevált bulis dalok, tehát ezekkel bulit lehet csinálni. Gáspár Laci után DJ Náksi vette birtokba a színpadot, akinek a közreműködésével felcsendültek a 90-es évek egyik leghíresebb zenekara, a Soho Party slágere is. Hosszabb összeállításunkat a Csütörtöki Társalgó című színes, kulturális magazinunkban tekinthetik meg.